Ugye 1955-ben vagyunk, ez a magyar film történetében egy, egy nagyon fontos év, egyfajta fordulat éve, ha szabad így mondanom, de jó értelembe véve. Nevezetesen az 1948-as baloldali fordulat évét követően, amikor ugye a sematizmus lett úrá a magyar művészeten is, így a magyar filmen is, 1953-at követően, ugye a Nagy-Imre féle júniusi kormányprogram meghirdetése után elindult a magyar politikai életben is, és a művészetben is egy úgynevezett olvadás. Ennek az eredményei 1955-re valósultak meg. Ugye filmet készíteni azért hónapokban mérhető tevékenység, tehát addig, ameddig megszülettek az új forgatókönyvek, ezeket elfogadták, lezajlott a forgatás és bemutatták a filmet, körülbelül ennyi idő telt el, 54-ben már azért készültek ennek szellemében filmek, és igazán 55 volt az áttörés, ekkor majd fél tucatnyi olyan magyar film születik meg, amely a mai napig azt hiszem, hogy a klasszikusok közé számít. A körhinta mellett ilyen például a budapesti tavasz, az egy Pikoló világos, a gázolás című film, és még néhány más alkotás. Mi a különlegességük ezeknek a filmeknek? Itt van egy nagyon figyelemreméltó jelenség, amit éppen a körhinta reprezentál talán a legjobban valamennyi film közül. Nevezetesen az történik, hogy a magyar film, és ezzel megalapozza tulajdonképpen, vagy előrevetíti a 60-as évek új hullámát, tehát az történik, hogy őrzi a magyar film tulajdonképpen azt a sematizmus korszakában kialakult hagyományát, hogy a filmek aktuális politikai, társadalmi kérdésekről szólnak. Ez a körhinta esetében sincs másképp. Ugyanakkor ehhez hozzájárul, mondhatják, hogy hát egy műalkotás esetében ez persze természetes, de ebben a korszakban, éppen a sematizmus korában ez nem volt magától értetődő, hozzájárul az, hogy ezek a műalkotások ezt a társadalmi, politikai, ideológiai témát, ezt mély egyetemes emberi drámákban képesek megjeleníteni. Tehát nem közhely és, és plakátfigurák, közhelyhelyzetek és plakát vagy papírmasé figurák ágálnak a vásznunk bizonyos politikai jelszavakat skandálva, hanem miközben, és ezért ez nagyon érdekes, ha úgy tetszik, elhangzanak ezek a politikai elszavak. Tehát politikai szempontból ezek a filmek kicsit már elhasznált, vagy régen alkalmazott szóval, fiatalok megint csak ezt talán nem is értik, tehát elkötelezett filmekről van szó, de ugyanakkor ez az elkötelezettség, ez hitelessé válik, mert hogy egy mély megrendítő emberi ö, sorsdrámába épül bele, ágyazódik bele. A körint esetében egészen nyilvánvalóan erről van szó, Ugye ez a film, és most ezt azért is mondom előre, mert talán sokan nem először látják, tehát érdemes egy picit így is figyelni, hogy bizony ez úgymond kőkeményen egy a tss melletti, hát ha nagyon akarom, propaganda film mert hogy 53 után ugye liberalizálódik a helyzet, aki akar kiléphet, és a filmnek ugye ez az egyik konfliktusa, hogy a, 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 gazda paraszt kilép a termelőszövetkezetből, mert elégedetlen az ottani tevékenységgel, de a film azért amellett teszi le a voksot, hogy nem jó kilépni, mert jobb a termelőszövetkezetben egy, egy, egy úgymond progresszívebb mezőgazdasági lehetőségez. Miért nem propagandafilm mégsem? Azért, mert ezt a mondjuk így ideológiai termelési történetet, ahogy ezt az 50-es évek sematizmusában hívták, ezt mint egy felülírja egy megrendítően szép szerelmi történet, ahogy ezt akkor fogalmazták, egy falusi római és Júlia történet és ebbe jelenítődik meg ez az ideológiai tartalom. És tulajdonképpen ennek a 54 utáni átmenetének nevezett korszaknak, amely elvezet 62 a 62-ben induló magyar új a legtöbb filmjében ezt látjuk, hogy, hogy valahogy ezek a filmek nem mond, van néhány kivétel. Tehát vannak filmek, amelyek tényleg el hárítják az ideológiai jelentést. Éppen 54-ben az első sematizmust meghaladó film az ilyen, ez a Lilionfi. Annak valóban nincs ideológiai jelentése. Az ez egy, egy önfelett vígjáték, egy nagyszerű, élvezetes, szórakoztató film, ugye Makkáró első rendezése. De a filmek többsége az úgymond vállalja ezeket a különböző természeti ideológiai tartalmakat, a Budapesti tavaszt említettem, ugye elég közismert film, felszabadulásunk tizedik évfordulójára készült ünnepi film, és ugye erről szól, ahogy a szovjet csapatok felszabadítják az országot, és ezt a szót ugye egyértelműen használja, amit most sokan esetleg vitatnak is már ennek a szónak a létjogosultságát. És ugyanígy a körhinta is egy a 53 előtti korszakban ugye számtalanszor úgymond megénekelt ideológiai kérdésről szól, nevezetesen a, a, a tss ugye a mezőgazdaság kollektivizálásáról, amely tudjuk, hogy 48 után, hát ennyien szóval nem elfogadható eszközökkel történt. Ez a film tehát megőrzi ezt a, ezt, a, ezt a jelentést, de ugyanakkor társítja egy nagyon ö, ö, egyszerű, szép, megrendítő, őszinte ö, szerelmi történettel, amely ö, ez talán nagyon érdekes, hogy lehet, hogyha most itt nem beszélek erről ennyit, akkor talán szinte észre sem veszik, hogy hát így mellesleg azért, azért itt a TSS-esítéssel kapcsolatban is elhangzik egy, egyfajta állítás. Annyira felülírja a történetet a szerelmi szál és mindaz, ami ezt művészileg támogatja. A Töröcsik Maris és a Sós Imre színészi játékától kezdve Fábri Zoltán rendezői művészetéig. Értelemszerűen az, amikor a, a sematikus történet művészileg hitelessé válik, ez azt jelenti, hogy itt a film már művészetként, egy művészi formaszervező elvet működtető esztétikai képződményként van előttünk. Ez is magától értetődő volna, nem volt az a sematizmusban. A sematizmus korában leforgatták a hihetetlenül aprólékosan ellenőrzött forgatókönyvet, és a rendező, mint rendező tehát a rendezés művészetét úgymond nem tehette hozzá. Nagyon sok dokumentum és, és, és visszaemlékezés szól erről, ahogy a rendezők hát szinte belebetegedtek ebbe, hogy nem alkalmazhattak tulajdonképpen már akkor, hát klasszikusnak számító formanyelvi kifejezési eszközöket, annyira csak a verbalizált forgatókönyvnek a, a szintén szinte verbálisan megjelenített lefilmezése válhatott a feladatukká, és nem tehették hozzá azt a művészi kifejezési eszközt, amely a filmnek a sajátja. A körint esetében ennek is ugye nagyon a kor, hát, művészi ízlésének megfelelő működését látjuk. Mindenek előtt Fábri Zoltán ekkor születő stílusának az egyik alapvonását, ez pedig a, az expresszív, drámai, felfokozott megjelenítő erő. A filmnek ezek a leghíresebb jelenetei, ahol, és ez is a mai néző számára ismét magától értetődő, akkor egyáltalán nem volt az, hogy vannak hosszasan olyan jelenetek, képek, ahol valóban a képek beszélnek. A képek, a hangok, a hangulatok, és nem a szavak. Tehát e, ugye a, a, a híres körhinta jelenet, a tánc jelenet, és még egyéb talán nem ennyire közismert képsorban is e, tetten érhető az, hogy itt a rendező pusztán vizuális eszközökkel, vagy például egy másik számomra nagyon fontos jelenet, amikor. amikor e, Ugye a lány elgondolkodik azon, hogy milyen sors vár rá, hogyha ahhoz megy férhez, aki ezt szánják, és látja az anyját, és az anyja sorsában, mint egy előre látja a saját sorsát. És akkor egy, egy, ilyen, egy ilyen befelé forduló tudati folyamatnak a megjelenítése történik, tisztán képi eszközökkel, méghozzá egész modern képi eszközökkel, ahogy az időnek a monotóniáját, egyfajta végeláthatatlan hát ilyen, ilyen, ilyen mozdulatlanságot, tud megjeleníteni a film, megint csak nem azzal, hogy erről beszélnek a szereplők, hanem ennek különböző képi jeleit látjuk. Ez tehát a körhintának egy másik történeti értéke. Ha ezt a történeti értéket tudjuk, akkor talán még nagyobb, hát, örömmel tudjuk nézni ezt a filmet. De én úgy gondolom, hogy ha nem tesszük hozzá ezeket a, ezeket a filmtörténeti ö, 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 háttérre utaló gondolatokat, hogy ez miután robbanásszerű, miutánhoz robbanásszerű változást a magyar film történetében. Tehát a, a 48-tól 53-ig tartó sematizmus követően akkor önmagában véve is ez a film, hát a mai napig érvényes és, és, és nagyon magas színvonalú munka, mindazokkal a adott esetben sokszor esetleg korlátnak tekinthető hát történetelemekkel, amelyek, amelyek ehhez a korszakhoz ugyanakkor hozzátartoztak, és ezt is látni kell, hogy ettől nem tudott és nem is akart eltávolodni ez az időszak. Ezek a filmek és ezek az alkotók ebben az értelemben természetesen elkötelezett művészek voltak, és kisebb-nagyobb kompromisszumok árán, meg néha valóban külső kényszer hatására még ekkor is, de beépítették a filmjeikbe azokat a társadalmi, politikai vagy ideológiai jelentéseket, amit tehát a körhintában is majd, majd látni és hallani fogunk, de ezt képesek voltak, ha úgy tetszik, esztétizálni és érvényes művé formálni.